Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Nyilván kiszokták emelni azt, hogy kik azok, akiket különösen, de hát annyira egyek vagyunk, hogy nem veszik rossz néven, ha azt mondom, hogy a polgármester asszonyt, aki Bonyhádról eljött, a polgármestereket, akik a környékről eljöttek, a Magyarság házának az igazgatónőjét, hálás szívvel és nagy szeretettel Csivi Krisztinát, Majosról, akik elérkeztek, kedves Etelt, és azokat, akik igazi szívvel, lélekkel, kezük szépségével, munkájával az oltárt elkészítették. Nagyon sok mindent itt ebben a templomban, és a sok-sok vendéget, akik most eljöttek. A szép imádsággal és énekkel kezdhettük a szentmisét. Ezt a szentmisét nyilván a szomorú esemény a madéfalvi szikulicidiumnak az áldozataiért ajánlom föl, és azokért, az elhunytjainkért, akik útközben, aztán amikor már menekülni kellett Bácskába, és Bácskából egészen a Völgységbe, és közben elhunytak gyermekek, édesanyák, szenvedők, betegek, idősek, nagyszülők, dédszülők. A jó Isten adja meg nekik szeretetének teljességét, mert teljesen ártatlanul haltak meg. Ezért, hogy méltó legyen és elfogadott a mi könyörgésünk és imánk, magunkba tekintve kérjük mennyei atyánktól, aki a legmélyebben ismeri lelkünk minden titkát, sóhaját és kérését, bánatát, legyen irgalmas hozzánk is, hogy ez a találkozás az Úr Jézussal itt teljes legyen lelkünkben, szívünkben. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek igen így énekelnek. Dicsőség Istennek.
Könyörögjünk, Istenünk, Te a mai napon a betlehemi csillagfényével vezetted a nemzeteket, s kinyilatkoztattad nekik egy szülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hídből már itt megismertünk téged. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr a dicsősége, megnyilvánult már rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támad fényességhez. Hordozd körül tekintetedet, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád, fiaid, messze távolból érkeznek, s leányaid karon fogva hozzák gyermekeiket. Ennek láttára föld részül, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, s ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borítja majd el, Madián és Effa dromedáriai, mint sábából jönnek aranyat, tömjént hoznak, s az Úr dicsőségére mirhát, s zengik az ő köszöntésük. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem,
kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Beszéd alatt akkor leülnek, jó? Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem, összehívta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszolták. A júdeai Betlehembe, mert ezt írja a próféta. Te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ő pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak, és lám a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országaikba. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Vízkereszt megünneplése a számunkra minden évben ugyanúgy, mint ahogy a karácsony, a húsvét, a pünkösd, a mindenszentek jelentős volt, és az egyház életében is. Hiszen minden templomban, amikor belépünk, ott van a szentelt víz,
amely szentelmény, és ezt a vizet, ezzel a vízzel keresztet vetünk magunkra, vagy legalább a kereszt szavait mondjuk, és azzal azt kérjük, hogy ebben a megimádkozott térben az Atya, Fiú és a Szentlélekhez Szentlélek erősítse szívünket, és szólni tudjunk hozzá, méltó módon. A bölcsek ajándékokat vittek, és mi is úgy gondoljuk, hogy mindig erre ezen a napon a nap a év szakunknak megfelelően hozzuk az ajándékainkat. Melyek ezek az ajándékok, amelyeket mi hozhatunk? Testvéreim, olyanok, amelyeket meg is tudunk valósítani, mert ezek vitték a zsákjaiból, előszedték, és az el volt rendezve. De nekünk, napjainkban, mi lehet olyan, mint az aranyat érő, vagy mi lehet olyan, mint a mirha, vagy a tömjén? Meggyőződésem az, hogy ma is szükségünk van a világosságra. Itt nem csak a különféle eszközök által biztosított világosságra van szükség, ami éjjel-nappal megteremtődhet az áram, szolgáltatás és egyebek által, hanem szellemi világosságra. Sok a sötétség, és erős és nagy az emberi fejekben, és sokszor a lelkekben még nagyobb. Aztán a másik, ami biztos, hogy ajándék, amit vihetünk és adhatunk az Úr Jézus Krisztusnak, ha igényeljük és tesszük, az, hogy közösséget alkotunk. És ennek a közösségnek megtartó ereje van, és ezt nem adjuk föl, ezt a közösségért vállalt küzdelmeket. Ezt akár a családban, ha föladják, akár a falu közösségben, ha föladják, vagy akár egy járás, egy megye, egy ország közösségében, szétesik az egész, a nemzet, a járás, a megye, a család, szétesik, közösséget kell alkotnunk. Ezért jött az Úr Jézus Krisztus gyermek alakban, hogy a Betlehem szélén, a város szélén, ahol az emberek nem fogadták már a városba be, ezt oda vigye közéjük. A legegyszerűbben mindenkivel egy lett és hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. És a harmadik, a béke. Nincs rosszabb a világon, mint békétlenségben élni. Az előbbieket már nem sorolom föl, mert mindenki tudja, családtól a nemzetig. Ahol a békétlenség uralkodik, ott az országra és az emberi lelkekben óriási betegség. Rosszabb, mint a pest is, amely végig dúl. És a mai nap pedig mi különösen, akik itt együtt vagyunk a templomban, miért vagyunk itt együtt? Nyírő Józsefet fogom idézni pontosan. A királyi parancsra bűnvizsgáló bizottság mindent elkövetett, hogy a lázadás fő bűnöseit kiderítse. Miért nem akarnak szolgálni a határon? A foglyok nyomorgattatása elérte a tetőpontját, de a kínzások hiába voltak. A foglyoknak már alig volt emberi formájuk, de semmi főbejáró bűnt nem lehetett kihúzni belőlük. A vizsgáló biztosok úgy szólván a székekhez nőttek az éjjel-nappal tartó kínzás és kihallgatások kapcsán, tanácskozások alatt ott ültek már maguk is, magukba rogyva. Rót tábornok különösen az urakat, a papokat és a nemeseket igyekeztek bajba rántani, főképpen Bornemissza főkirálybírót és a szép vízi tiltakozó székgyűlés résztvevőit, és mikor látták, hogy semmi törvénytelenséget nem sikerül rájuk bizonyítani, azon igyekeztek különösen a katonák,
hogy legalább a vizsgálatra fordított költséget megvegyék rajtuk. Pont ezután kezdődött a házaknak, családi házaknak kifosztása, amikor már az erdőben és az egész falut körbe kerítették, tudták, hogy az ágyuk a falura vannak ráirányítva, amikor kifosztották a falut, utána pedig jöttek az ágyúzás és a szörnyűséges vérengzés. Szám adatokban nem megyek, mert még mindig bizonytalan, hogy a környékiben elhunytak és ott helyben elhunytak, hogyan és hány százan haltak meg. Ez volt az az új fény, amivel vízkeresztkor köszöntött az Úr Jézus Krisztus. Izaiás azt mondja, hogy a földet sötétség, a népeket pedig homály borítja, de fölragyogott az Úr fényessége. Az Úr dicsősége a földet sötétség borította, homály fette. Testvéreim, ne beszéljenek nekem a keresztények, hiszen sokan mondják azt, és sokszor erősítgetik, fényesség az, amit az Úr Jézus meg az Úr Isten ad. Hát hiszen ma a digitális világnak mindenféle eszközein túl a biológiai fölfedezéseken és energiákon túl életünk mélységeig, a sejtek mélységeig bele tudnak látni. Milyen fényességről kell még itt beszélni? Érdekes az, hogy Newton a maga korában, és hát azért a korunkban is, a korunk előtt, a korunk embere tudósai előtt is a legnagyobb tudós, természettudós, amikor őt kérdezik pontosan arról, hogy hát hogy jut minél mélyebbre, és mindig világosabb és világosabb, nagyobb értékeket hoz, megkérdezték sok mindenről, amikor egy hölgy oda ment, és még többet akart tudni, fogadta, kérdés után, és akkor hol válaszolt a tudós, hol azt mondta, hogy nem tudom. És a végén már javarészt csak azt mondta, nem tudom. De bosszankodott ez a hölgy, ez a teremtés, és azt mondja, asszonyom, éppen azért vagyok tudós, hogy őszintén megvallhassam, hogy csak a tudálékos, felületes és a félműveltek hiszik azt, hogy ők mindent ismernek és mindent tudnak. Jézus azt a fényt hozta, melyről a tudósok nem képesek, amelyel a tudósok nem képesek rávilágítani mindenre. A tudósok a világ titkait feszegetik, és ez a feladatuk. Jézus pedig a lábunk elé világít napjainkban is. A lábunk elé. Ne csak bukdácsoljunk, hanem járjunk. Hogy megtaláljuk az Istenhez vezető utat, és ne csak itt a szép teremtett világba sétáljunk, kiránduljunk, tegyük a dolgainkat. A Szentleckében pedig a Pál apostol szerint leomlott a fal a választott nép és a pogányság között. El tudom képzelni, hogy a választott nép hogy föl volt háborodva, amikor a Pál apostol kimondja azt, hogy a pogányok is részesei az ígéretnek. Részesei. Ők is örökösei az üdvösségnek. Ők is tagjai Krisztus egyházának, ha elfogadják. Hát hogy ne lennénk azok, akik itt vagyunk, azok elfogadjuk. Akik pedig a családjaikba és környezetükben érzik a pogányságot. Az első az, hogy imádkozunk és kérjük a Jó Istentől, hogy boruljon le a szemük előtt,
omoljon le ez a fal, és lássanak tisztán. Hatalmas érték ez. Akkor írta ezt Pál apostol, amikor a pogány római birodalom elhatározta, hogy a kereszténységet teljesen eltörli a föld színéről. Nem csak kizsákmányolja, hanem a katakombák mélyére szorította, és pedig ekkor küldte szét Jézus az apostolait. Nem legyőzni kell az embereket, hanem azt kéri az Úr Jézus, kereszteljétek meg őket. Jézus egyesíteni akarja ma is nemzetünket, minden népet, minden közösséget. Itt nincsenek Jézus előtt urak, királyok, hódítók és gyarmatosítók. Igen, hogy ez még működik a földön, az a föld szégyene. Testvérek vannak, és testvérként kellene egymás mellett lennünk. Szent II. János Pálra én úgy gondolom, hogy egyetemesen mindenki fölnézett, nem csak akkor, amikor már még beteg állapotában is oda tuszkolták, hogy az nép előtt legalább egy áldást adjon. Azt mondta, valamennyien porból lettünk és porrá leszünk, tőle tudjuk, hogy Isten képmásai, és a kereszt, az oltár köt össze bennünket. Mi ugyanannak a hitnek a nyelvét beszéljük, mint amit Jézus adott apostolainak, és az apostolai továbbadtak. Ma az új évben ezt hallom, hogy áldott, békés, új esztendőt kívánnak egymásnak, és ez nagyon természetes, és nagyon értékes. Az új béke, az a béke, amit nem a Heródes hordozott, az egy álnok viselkedés volt, nem ismeri a békét. Heródes tele volt rettegéssel, tele volt gyanakvással, ő maga diktátor volt, aki a hatalomnak megszállottjaként féltékeny volt, vajon hol lehet az az Úr Jézus? Hol lehet az az gyermek? Önző érdekek vezették a lehelete utolsó pillanatáig. Ezért nagy ajándék, hogy a bölcsek, akik délkeletről érkeznek, viszik ajándékaikat, még mindig csak azt nézi ez a Heródes, hogy mit beszélnek róla mások. Aki mindig csak ezt nézi, annak soha nincs békéje. Mit beszélnek rólam mások? Ezt tette Heródes. Jézus a lelkiismeret békéjét hozta el, és nekünk is erre van legnagyobb igényünk. Ha a lelkiismeretben békesség van, szellemi értékrendünkben is béke van, és jobban gyarapodunk, és fizikaiban is. Az én békémet adom nektek, nem amit a világ tud adni. Olvastuk az evangéliumban. Amikor Jézus elveszi a bűneinket, ha megengedjük, a lelkiismered békéje adja, a lelkiismered békéjét adja cserébe. Szokták mondani egyszerűen dédszüleink, lelkiismered békéjénél jobb párna nincsen, azon lehet a legjobban aludni. Szolgálom Istent, nem gyűlölök senkit, nem tartozok senkinek, pontosan végzem a munkámat, ahol tudok, segítek, vajon milyen a mi lelkünknek a békéje. Szívekből, és nem csak bölcsességből, és békeszeretetből fakad a lelkiismeret békéje.
És utolsó kis rövid, már csak információ. Az arany a gazdagságnak a jele, ezt hitte az egyik. A másik, a tömjén, a boszvelina fának a kérgéből kigyöngyösödő, gyöngyszemszerű megszáradt, rendkívül értékes, illatos termése, vagy azt lehet mondani ilyen, a fa gyöngyözéséből eredő érték, égő parázsra téve királyi palotákat, dúsgazdag házakat és templomokat tettek illatossá parázsra téve. A mirha a terebin fának a megvágásából fakadó fa nedv, amely legillatosabb és a legdrágább, ma 8-szor olyan drága, mint a rózsaolaj, ezt mindig egy pici kis olajjal keverték, nyersen préselt olajjal, ez ma is így van, minden nagy csütörtökön ezt a hármat szenteli a püspök, amelyel keresztelünk, bérmálunk, és a betegeknek megerősítő szentségét szolgáltatjuk ki. Amen. Testvéreim, most a hitvallásunk következik, a hitvallás után pedig a vízszentelés, hogy legyen szentelt vízünk egész év folyamán, és majd folytatódik könyörgéssel a szentmisénk. Hiszek egy Istenben. Katolikus Anya Szent Egyháza, szentek közösségét, test föltámadását, kérjük testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed, ébreszten hitet az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Téged, hallgass meg minket. Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. Téged, hallgass meg minket. A hit aranyával, az imádság tömjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával oldoljon előtted, szent néped. Kérünk téged, hallgass meg minket. Boldogságod fényét sugároz otthonainkban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, fogad el a legszentebb áldozatot azokért, akik ártatlanul vérüket hullajtották, a szikulicidium áldozataiért és a menekülés alatt elhunytakért. Uram, hallgass meg minket! Következik az áldás, először a sót megáldom. Mindenható örök Istenünk, alázatosan kérjük irgalmadat, áld meg e sót atyai jóságoddal, amely életünkben számtalan formában használunk, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvösségükre szolgáljon, amire hintik, vagy amibe vegyítik, és tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától, szennytől, mocsoktól, férektől és megrontó befolyástól Krisztus, ami Urunk által. Víz megáldása következik.
Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat vízből fakasztott számunkra. Hallgass meg könyörgéseinket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező áldásodat a vízre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatába űzze el a gonosz lelket, tartsa távol a betegségeket, tartsa távol testünknek tisztaságát, őrizze, hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét, amikor mint keresztvizet használjuk a hívek házában, vagy bármely helyen akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme, szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselvetése, ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kor, ami a ház lakóinak épségét és lelki békességét tönkreteszi, vagy nyugalmát veszélyezteti, adhogy szent neved segítségül hívásával kért épségünk és lelki békességünk, az üdvösségünk minden támadással szemben védelmet nyerjen Krisztus, ami Urunk által. Könyörögve kérünk Istenünk, hogy a megáldott víz és megáldott sónak keveredése által emlékeztesse arra minket, hogy mindig használjuk testi, lelki és védelmünkre a mennyei Atya segítségét kérve, az Atya, az Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében oltalmazzon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon és védelmezzen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon és védelmezzen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon és védelmezzen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek oltalmazzon és védelmezzen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Oltalmazzon és védelmezzen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Kérünk Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranyat, töményt és mirhát hozunk eléd, hanem magát Jézus Krisztus, aki ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek is, minden seregek a mennyben a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és most velük együtt hálásan énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népe gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, is így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett,
csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, püspökeinket, világi jó munkatársainkat és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Jézus tanítása szerint szólítjuk meg mennyei atyánkat, nagy bizalommal kérjük tőle, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ezért kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Add meg nemzetünknek, édes hazánknak a te békédet, és családjainknak a szeretet egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Yeah.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagy, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus teste és vére őrizzen meg az örök életre. Krisztus teste. Thank you.
könyörögjünk, kérünk Istenünk, járj előttünk mindig, s mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részessévé tettél, s tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Testvéreim, most oda megyünk a Mária oltárhoz, ahhoz a számunkra oly értékes szűzanya szoborhoz, akit a meneküléskor a felsőnánai templomnak a festménye az oda került, a templomunknak, a hadikfalvi templomnak a festménye, ezt pedig ide mentették, és itt őrizték, és itt volt az első kápolnának a helyén. Szeretnék külön köszönetet mondani a Mária imádság előtt még azért, hogy tegnap a Málenki robot emlékét idéztük, és a sok ártatlan áldozatot, a legártatlanabb áldozat egy 18 éves személy volt, akik itt éltek ebben a kápolnában, ahol nekünk kápolnává adták, lett a kápolna. Kedves testvérek, elkezdték a faluban a szolgálatot, hogy Isten tartsa meg őket, ne feledkezzünk meg soha erről. Köszönöm, hogy olyan sokan eljöttek a tegnapi megemlékezésre is, ma is itt vannak jó páran közöttük. Alkossunk egységet továbbra is, békességben, egységben. Jó Isten adjon erőt, égi édesanyánk legyen közben járunk. Isten, majd szeretném kérni Önt. Jó? Köszönöm szépen. Adjad, hogy rövid életem minden napja, nékem nevezetes és drága legyen. Adj kedvet, erőt és bátorságot, hogy minden nap valami hasznosat és jót cselekedjek, hogy ne veszem örökségemből egy nap sem. Távoztasd el tőlem a hiúságot,
az ártalmas fényűzést, a mérges hízelkedést, a megvetendő zsugoriságot és minden nemű igazságtalanságot. Adjad, hogy nyelvem az igazságot mondja és védje. Adj reménységet és alázatosságot, hogy a véghez vinni valókat végezhessen. Még nappal vagyok, addig akarok munkálkodni, mert eljön az éj, hol senki nem dolgozhat. Amen. Igi édesanyánk Mária, te a világosságot, a világ világosságát ajándékoztad nekünk. Boldogságos szűz Mária, égi édesanyánk. Földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől, védelmezz és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áld meg otthonunkat, családunkat, közösségünket, kicsiny faluinkat, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Térítsd szent fiat haza bűnösöket, s békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket, a bánkódókat. Vedd oltalmadban az árvákat, az özvegyeket, gyógyítsd meg a betegeket, s vigasztald a haldoklókat. Áld meg hazánkat, adj népednek jobb jövőt, jóléted, békét és boldogságot. Szabadíts ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Engedd, hogy még sokszor megláthassuk angyali arcodat, s hódolhassunk szent fiadnak, az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez, add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Hirdetem, hogy a következő vasárnap a megszokott időbe 8 óra 15-kor Kerekes Antal lelküdvéért lesz a szentmise. Még egyszer köszönetet mondok mindazoknak, akiket köszöntöttem. Külön köszönetet mondok még egyszer az Istvánnak is, mert nagyon szépen énekelt és imádkozott, mint ahogy mi mindnyájan itt együtt. Egy hirdetés még, hogy lépünk tovább. Köszönöm. Következőképpen, amikor így befejeződik a himnoszok után, utána együtt kivonulunk az ászlók vezetésével, oldalt ugye a székely portához, majd ott folytatódik ugye a koszorúzáshoz kapcsolódó program, ugye egy énekkel indul, majd azt követően beszélt lesz, illetve majd a koszorúzás. A koszorúzás közben meg a székely mi atyánkot szeretném, hogyha mindenki bekapcsolódna, aki tudja, és azt énekelnénk el. Majd azt követően pedig a Ó, én édes jó Istenem
záró énekkel fejeznénk itt be. És akkor egyből hadd mondjam el, ugye, hogy itt majd utána folytatódik a program Bonyhádon, mindenki igyekezzen jönni, hogy ne csúszunk a dologgal. Tehát ott folytatódik azzal, hogy ugye egyszer a szállásokat szeretnénk ugye átadni, majd Lőrinc Aladárné tiszteletére az emléktáblát leplezni, és akkor utána ebéd. Köszönöm szépen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ért, menjünk békével! Thank you.
Yeah.